Kaproncai Stefániát és Fordavi Mártát köszöntöm, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. A TASZ meg a Magyar Helsinki Bizottság vezetői ők. Hát ezt önök jól tudják, rendszeres vendégeink itt a tévében. Történt ma valami, ami ellen nagyon sokan elég régóta, amióta kiszivárgott, hogy lesz egy ilyen, tiltakoznak, aztán a törvény hatályos a mai naptól kezdve, hát illetve majd megjelenik, és akkor majd holnaptól, majd ki tudja, hogy hogy lesz ez pontosan. Minden esetre ez a civil törvény, a Velencei Bizottság összes ellenvetése ellenére, vagy annak figyelembevételével is átment. Most mi következik? Mi következhet? Igen, szerintem érdemes megtorpanni azért egy pillanatra, és egyszerűen megemészteni azt, ami alapvetően megemészthetetlen, és ez szerintem a magyar demokrácia szempontjából azért ez egy emlékezetes nap kell, hogy legyen. És nem egy dicsőséges nap, hanem inkább egy fájdalmas, és bizonyos szempontból szégyen teljes ez a nap. Egyáltalán nincs erre szükség, erre a törvényre. Az összes átláthatóságra hivatkozó kormányzati megszólalás az igazából fals. És ez szerintem most már mindenki számára világos is, hiszen soha nem az átláthatóságról volt szó itt, hanem a civilek megbélyegzéséről. És ez az, ami azt gondolom, hogy egy demokráciában teljesen elfogadhatatlan. A civil társadalom, a civil szervezetek azok az állampolgárok közösségét teljesítik meg, az emberi jogoknak a gyakorlását is megtestesítik. Ezt megbélyegezni, ezt valahogy olyanként mutatni, mintha valami külföldi érdek szolgálatáról lenne szó, ez vissza kell utasítanunk, és én azt gondolom, hogy a magyar állampolgároknak is egy nagyon jelentős része nem veszi be ezt a hazugságot rólunk, hanem pontosan tudja, hogy ez egy felháborító, szégyenteljes dolog, ami teljességes szükségtelen is volt. Azt mind a ketten, mind a kettőjük szervezete nevében jelezték, hogy polgári engedetlenek lesznek. Tehát ezt a törvényt ebben a formájában nem fogják figyelembe venni. Akkor mi történik? Mi egész pontosan azt jeleztük, hogy bojkottálni fogjuk ezt a törvényt, ami azt jelenti, hogy nem teszünk eleget a kötelezettségeknek. Ennek alapvetően két oka van. Egy pillanat rájön meg, a törvény által pluszként rárót kötelezettségeknek. Természetesen. Nem? Tehát a nyilvánosságot eddig is használták, mert kénytelenek voltak, és hát miért is ne tették volna. Ezután is nyilvános lesz minden adatuk. Mi is, és egyébként az összes többi civil szervezet, ami ma Magyarországon működik, mi rendszeresen beszámolunk a honlapunkon és a biroság.hu-n is a bevételeink. Egyébként annál sokkal részletesebben, mint hogy ezek a bevételek külföldről vannak-e vagy nem. Tehát, hogyha valaki megnézi a szervezetek beszámolóját, akkor abból azt lehet látni, hogy honnan érkezik a támogatás, és azt is lehet látni, hogy ezt mire kapják. Tehát sokkal több információhoz lehet jutni. Tehát mi bojkottálni fogjuk ezt a törvényt, ami azt jelenti, hogy nem fogunk eleget tenni a kötelezettségeknek, nem fogunk külföldről támogatott szervezetként regisztrálni, nem fogjuk ezt feltüntetni minden kiadványunkon, illetve a honlapunkon, és nem fogunk beszámolni külön akár a magánszemély adományozóink nevéről és címéről. Azért döntöttünk így, mert ezt a törvényt olyan alapvető szinten jogsértőnek tartjuk, hogy minden jogérvényesítési lehetőséget ki akarunk használni. El akarunk menni a rendes bírósághoz, az alkotmánybírósághoz, a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz és az Európai Bírósághoz is, mert meggyőződésünk, hogy ez a törvény el fog bukni. A másik pedig az, amire már a Márta is utalt, az pedig arról szól, hogy ez alapvetően az elnyomásról szól. Arról szól, hogy állampolgárok közösségei, civil szervezetek ne hozzanak fel társadalmi problémákat, ne hozzanak fel olyan ügyeket, amikkel utána a kormánynak foglalkoznia kell. De azt mondja a kormány, hogy ezt ők nem akarják korlátozni, csak azt szeretnék tudatni az emberekkel a kötelező megbélyegzés által, hogy ezek a szervezetek nem hazai pénzből, hanem külföldiek által finanszírozva mondják mindazt, amit mondanak. Jól látható, van különbség egyébként? Jól látható, hogy van egy ilyen kettős retorika a kormány különböző képviselőitől. Amikor kizárólag a törvényről van szó, akkor természetesen ez az a retorika, hogy csak az átláthatóságról van szó. De már ott elbukik ez az érvelés, amikor megnézzük azt, hogy a törvény hány kivételt tartalmaz. Hogyha tényleg az átláthatóság lenne a cél, akkor nem tartalmazna a törvény különböző kivételeket. Ezt egyébként a Velencei Bizottság is felrótta, és egy olyan jelként értékelte, ami alapján kétségbe vonható, hogy itt tényleg az átláthatóságra van szó. Például a sportszervezeteket támogató civil szervezetek, azok minden további nélkül kaphatnak külföldről különféle tételeket, anélkül, hogy ezt fel kéne tüntetni. Milyen érdekes. Azt kérdezte volna az imént, hogy van-e különbség a között, ahogy mondjuk Magyarországon jelenlévő külföldi szervezetek magyar leányai működnek, meg ahogy az anyacégek működnek. Tehát, hogy kötelező-e azt mondani, mondjuk egy Greenpeace-nek, önök nem onnan vannak, de most mondhatom volna egy másikat is,
azt mondani, amit a Greenpeace központja mond, vagy van nekik saját véleményük, és a magyar véleményt mondhatják. Hogyan van ez általában a civil szférában? Tehát igaz-e az a logika, hogy nem a saját magyar véleményüket, a magyar polgár véleményét fogalmazzák meg, hanem valami külföldi gondolatot? Hát ez nem igaz egyáltalán. Ez igazából az, hogy a külföldi gondolat az ellentétes lenne a magyar társadalom érdekeivel. Ez ugye az, amit a kormányzati retorika sugall. Ez abszolút arról szól, hogy hitelteleníti az állításaink, a kritikánk, a jobbító szándékú javaslatainknak az érvényét. Egyszerűen úgy láttatja, most, hogyha a környezetvédő szervezetről van szó, a környezetvédelmében való kiállást, mint hogyha ez nem a magyar embereknek, a magyar társadalomnak, a globális környezetvédelmének az érdekében történne, hanem valaki ugye sugalmazza, hogyha valaki sugalmazza, akkor ez viszont nem igaz. És emiatt nem kell a kormányzatnak érdemben foglalkoznia a kritika lényegével, nem arra kell reagálnia, hogy mi az a probléma, amire felhívja a civil szervezet a figyelmet, mi az a javaslat, amit esetleg letesz az asztalra a szaktudásával, a szakértői által kidolgozott módon, hanem azt lehet mondani, hogy ja, kérem, hát maguk külföldiek, hát külföldi ügynökök, ugye most már ügynökszervezetként is beszélnek nagyon sokszor ezekről a szervezetekről, hogyha külföldi ügynök, akkor bizonyára nem a miért érdekünket szolgálja, és egy ilyen felületes és nagyon megbélyegző hozzáállással le lehet söpörni ezeket a kritikákat, sőt, nem csak lesöpörni, hanem el lehet menekülni azelől a valós, hiteles szakmai, szakpolitikai kritika elől, amit egy civil szervezet megfogalmaz. Tehát ez egy olyan kibúvó, amit igazából azok szeretnek alkalmazni, akik nem akarnak érdemi vitát kezdeményezni. Ugyanúgy, ahogy a civil ellenes törvényről se volt valódi vita, nem volt hajlandó a kormányzat kiállni a civil társadalom tagjaival, a civil szervezetekkel, noha a Velencei Bizottság is mondjuk ez volt az egyik legfontosabb javaslat, hogy legyen erről egy vita, hogy mi az, ami az átláthatóságot szolgálja, és hogyan lehet ezt hatékonyabban tenni Magyarországon. Nem kell erről beszélni, inkább megbélyegzünk, rövid úton elintézzük ezzel a stigmával. Ez egy nagyon szomorú, és abszolút nem egy demokrata hozzáállás szerintem. A Velencei Bizottság megállapításai közül egy átment minden esetre, ami nagyon fontos, mert az első tervezet szerint ez úgy lett volna, hogyha önök például nem tüntetik fel azt, hogy külföldi támogatást is kapnak, akkor fel is függeszthették volna a működési jogukat. Ez most nincs. Ez egy téves értelmezése a jogszabálynak, hogyha megnézi most valaki a jogszabály szövegét, akkor valóban tételesen a megszüntetésre és a törlésre utalás az kikerült belőle. Ugyanakkor van benne a bíróság által elvégezhető törvényességi ellenőrzésre való utalás, amiben szintén kiszabható szankciók, köztük a megszüntetés. Tehát egyáltalán nem került ki a megszüntetés lehetősége a törvényből. Akkor is sumákolásban voltak éppen? Itt egy olyan módosítás. A szöveget akkor már értem? Hogyha valaki ismeri azokat a jogszabályokat, amikre ez a most elfogadott törvény utal, akkor pontosan tudja, hogy a megszüntetésről is ugyanúgy szó lehet. Ha azt mondják, hogy önök nem hajtják végre a törvényben foglaltakat, akkor az a milyen kockázatot vállalnak? Tehát alapvetően talán vissza kell lépni egy picit, hogyha lehet. Tehát az emberi jogi szervezetek küldetése az soha nem egy egyszerű sima ügy. Tehát az emberi jogok ugye az általában egy a hatalommal való szembenállást, számonkérést, a gyengébbek jogainak az érvényesítését, a gyengébbek támogatását jelenti az általában túlterjeszkedő hatalommal szemben. Tehát ez egy konfliktus helyzet. És ilyen esetben lehet azt látni, hogy mondjuk azokban az országokban, ahol nem demokrácia és nem egy európai demokrácia működik, ilyenkor ugye a hatalom az lesújt előszeretettel ezekre a szervezetekre. Ezt lehetett látni a 70-es évek végén a Szovjetunióban, amikor megalakult a moszkvai Helsinki csoport 1976-ban, és ezt lehet látni sajnos 2017-ben is most Oroszországban, ahogy a civil jogvédő szervezeteket vegzálják, sőt, ott ugye többnek be is kellett zárni a működését. Tehát alapvetően... Azt mondja, hogy működni veszélyesebb, mint nem működni? Tehát azt mondani, hogy nem veszem figyelembe semmi ahhoz képest, mint hogy vannak? Én azt mondom, hogy alapvetően ki kell állni az embereknek a jogaiért. Mi erre buzdítjuk az ügyfeleinket, ebben nyújtunk nekik támogatást, a Helsinki Bizottság azoknak, akik mondjuk fogva vannak, tartva, vagy menedéket keresnek, de általában a jogállamiságnak is ilyen támogatást nyújtunk mi, a TASZ-szal és mondjuk az Eötvös Károly Intézettel együtt, tipikusan az elmúlt sok évben magát a jogállamot próbáljuk megvédeni a hatalom, a korlátlan, túlterjeszkedő önkényes hatalom ellen, és ez a kiállás az, ami ugye felbőszíti a hatalmat. Ez az, ami
ami miatt nekünk valószínűleg mindig is számolnunk kell azzal, hogy lesz erre egy válasz. De erre nem lehet ez a válaszunk, hogy akkor ezt elfogadjuk. Vannak olyan helyzetek, amikor az embereknek és szervezeteknek a küldetésük, az elveik mellett ki kell állni. Ez most Magyarországon a civil ellenes törvénnyel egy ilyen helyzet. Ezt a kiállást, ezt az ellenállást, a tiltakozást az alapvető alkotmányos értékek megsértése esetén sokféleképpen lehet gyakorolni. A mi jogvédő szervezeteink úgy döntöttek, hogy nem regisztrálnak. A Helsinki Bizottság is, ahogy a TASZ is, a jogérvényesítés eszközeit fogja használni, el fogjuk vinni azokra a bírósági fórumokra ezt a jogszabályt, ahol be lehet bizonyítani, hogy ez nem felel meg az európai normáknak. Közel 200-an emeltek szó civil szervezetek az elmúlt napokban, talán a múlt hétvége óta. Ez egyébként sokkal rövidebb idő alatt gyűlt össze, de még annyit hozzátennék ahhoz, amit a Márta mondott az előbb, hogy ez egy példamutatás is a mi részünkről. Tehát azt is meg akartuk mutatni, hogy az elnyomó hatalommal szemben, pont azzal szemben, amiről a Márta beszélt, abban igenis van lehetőségünk, és fel tudunk lépni. És igen, közel 200 szervezet nyilvánította ki alig egy nap alatt azt, hogy ők is visszautasítják ezt a törvényt, és feleslegesnek és megbélyegzőnek tartják. Nagyon, azt is nagyon jelenti, hogy a polgári engedetlenséghez ők csatlakoznak is. Sokféle szervezeti stratégia létezik. Mi különleges helyzetben vagyunk, azért, mert jogvédő szervezetek vagyunk. A TASZ azért is vállalta ezt a polgári engedetlenségi akciót, mert azt gondoljuk, hogy jogvédőként nálunk megvan a szakértelem ahhoz, hogy akár magunkon is bebizonyítsuk azt, hogy ez a törvény jogsértő és el fog bukni. Más szervezetek más stratégiákat választatnak teljesen érvényes szempontok alapján. Nem csak jogvédő szervezetek vannak közöttük, olyanok, akik szociális szolgáltatásokat nyújtanak. Olyan helyeken vannak jelen, ahol a magyar állam nincsen, ahol a magyar állam nem látja el a feladatait, és ők azok, akik magyar állampolgárokról gondoskodnak. Ez az, amit a kormány nem akar láttatni, és nem akarja, hogy ennek hangja legyen. Ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy a civil szervezetek tényleg nagyon sokszínűek. Vannak kisebbek, nagyobbak, különböző ügyekkel foglalkoznak, vannak helyi közösségek, vannak az országos ügyekkel, vagy mondjuk ugye a jogállamisággal foglalkozó szervezetek. Mindegyik típusú szervezet között lehet olyat találni, akit felháborít az, hogy a civil társadalmat megbélyegzik, a civil tevékenységet, a mások segítését, a jogaikért, az esélyekért való kiállást megbélyegzik. Úgyhogy ennek megfelelően szervezettől függetlenül szerintem mindenki egy dolgot tart szem előtt, hogy a küldetését, az ügyfeleit, az ügyeit, azt el tudja látni, meg tudja védeni, hogy ehhez mi a leghatékonyabb, hogy mi az, ami a szervezeti kultúrával azonos, vagy önazonos, hogy mi az, ami számukra a járható út, azt mindenkinek saját magának kell látnia. Én azt gondolom, hogy például a megbélyegző címke felvételével kapcsolatban itt számos példát fogunk a következő hónapokban látni, amik mind arról szólnak, hogy a civil ellenes megbélyegző kampányt, ami sajnos most már egyre jobban látszik, hogy mennyire éles és mennyire ellenséges a civil társadalommal, azt elutasítják. Például ezt a megbélyegző címkét, én azt gondolom, hogy sokan úgy fogják viselni, hogy ez nem megbélyegző lesz. Tehát az ellenállásnak, a tiltakozásnak azért számos formája van, ugyanúgy, ahogy mondjuk az állampolgárok kritikai megnyilvánulásainak is nagyon sok nem formája van. Nem lecivilizik, hanem felcivilizik önöket. Hát ez egy szellemiség, amit képviselnek, harcos szellemiség egyúttal, úgyhogy a következő időszakban ebben nyilván lesz részük. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Mi is köszönjük.